A komolyzenei tanulmányok és a komolyzenével való foglalatoskodás az egy nagyon fontos értékrenden alapszik, és ez pedig a munka. Majdnem minden melyik hangszerrel töltöd azt az x-ezek órát. Egy hihetetlen tárháza nyílik meg előttől a világ. És például azt gondolom, hogy nem lehet semmihez hasonlítani azt az érzést, ha valaki mondjuk zongoráznak. Az, hogy gyerekek mutatják meg nekünk a megoldást, gyerekek mutatják meg, hogy ő nekik mit jelent ez a zene, ez egy nagyon különleges dolog, és nagyon-nagyon izgul mindenki, aki ebben benne van, de mindenkinek szívügye. Valahogy én úgy érzem, hogy ennek az egész műsornak is számomra a legfontosabb vállalása, hogy az embereknek arra fölhívja a figyelmét, hogy ez őket is érinti. Teljesen komolyan mondanom azt, hogy ahhoz, hogy 10-20-30 év múlva legyen klasszikus zeneterembe bejátszó közönség, ahhoz most kell foglalkoznunk azzal, hogy az emberek klasszikus zenébe foglalkoznak. Az emberek hallgassák a zenét, az emberek figyeljenek oda, hogy a gyerekük is értse, próbálják meg ehhez segíteni, és higgyék el, hogy jobb lesz. Jobb lesz az életük is tőle.